Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok, fő témáink néhány mondatban. Lecsere program augusztus 31-ig van lehetőség regisztrálni. Ultramaraton 246 kilométeres távra készül a paksi futó. Megkoszorúzták a Bartal emlékművet, a közlekedési balesetben elhunytakra emlékeztek. Néptánc tábor Kakasdon, játékok, mondókák segítségével tanulnak a gyerekek. Meghosszabbították a határidőt, így augusztus 31-ig van lehetőség regisztrálni a lakossági lecsere programra. Ennek keretében ingyenesen juthatnak energiatakarékos izzókhoz a szekszárdiak és a környékbeliek. Gyurkovics János alpolgármester szerint érdemes kihasználni a lehetőséget, hiszen ezzel lényegesen lecsökkenhet egy-egy háztartás villanyszámlája. Az ország számos települése után Szekszárdon is elindult a lakossági lecsere program. Utóbbira augusztus 15-ig lehetett regisztrálni, ezt a határidőt azonban meghosszabbították, így még hónap végéig lehet rá jelentkezni. Az önkormányzat és a CIEP Kft. Együttműködésének keretében a lakosság ingyenesen cserélheti le a háztartásokban lévő régi, elavult izzókat. Az ingyenes lehetőséggel eddig már mintegy 400-an éltek. Az utolsó két napba, amikor finisbe voltunk, már 14-én, 13-án elég sokan felkeresték a polgármesteri hivatalt, főleg idősebb emberek. Biztatunk mindenkit, aki otthon nem tudja megcsinálni a regisztrációt, jöjjön, és a kollégáim nagyon szívesen segítenek, és minél többen vegyük igénybe ezt a lehetőséget. A lecsere.hu oldalon a jelentkezésre kattintva néhány perc alatt regisztrálhat bárki, akinek a nevén van villanyszámla. Néhány adat kitöltését, illetve dokumentum feltöltését követően a rendszer az éves áramfogyasztás, valamint az otthonunkban található izzók száma és használati ideje alapján kiszámolja, hogy az adott háztartás hány ingyenes ledre jogosult. Fontos, a regisztráció utolsó oldalán átvételi helyként Szekszárdot kell bejelölni. Augusztus 31-jel befejeződik a regisztráció, szeptemberben van a feldolgozás ideje, és utána következő hónapban, októberben, novemberben mindenki névre szóló csomagba az ő neki idézőjelben mondom járó ledlámpát meg fogja kapni, és a háztartásába tudja használni. A ledizzók használata jelentős csökkenést jelentett a villanyszámlában, és akár 10 éves élettartamának köszönhetően sokkal kevesebb hulladékot termelhetünk, mint az, aki hagyományos izzót használ. Egy átlagos magyar háztartásban 20 darab égő található, ami a teljes villanyköltség közel egyharmadát jelenti. A programra regisztrálni tehát augusztus 31-ig lehet. Egy hét alatt csaknem 20 000 gyorshajtóval szemben intézkedtek a rendőrök Magyarországon az Európai Roadpol Speed akció keretében végzett sebesség ellenőrzések nyomán, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának éves ellenőrzési terve részeként augusztus 7-e és 13-a között tartott akció során a rendőrök a megengedett sebesség túllépése miatt 19.320 esetben intézkedtek, 6.663 járművet megállítottak, további 12.657 autó sebesség túllépését leállítás nélkül rögzítették, tartalmazza a közlemény. Az ellenőrzések annál is inkább szükségesek, mert a gyorshajtás a közlekedési balesetek egyik legfőbb oka, írta az ORFK. A határsértések napi átlagos száma megközelíti az 500-at, de hétvégente ennél is többen próbálnak illegálisan bejutni Magyarországra, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán. Bakondi György közölte, a keddi adatok szerint idén 91 000 határsértőt fogtak el, valamint 700 embercsempész ellen indult büntetőeljárás. Továbbra is látszik az embercsempészek szervezettsége és jellemzőek a nagycsoportos elkövetések, tette hozzá. A belbiztonsági főtanácsadó új veszélyes helyzetnek nevezte azt, hogy míg korábban a határ szerb oldalán a különböző migráns csoportok egymás ellen használták csak a fegyvereiket, néhány napja Hajdújáráson kézigránátos támadás történt a közösségi médiában aktív egyik emberháza ellen. Tájékoztatása szerint az olasz és a balkáni útvonalon is nő az illegális határátlépők aktivitása.
Élete egyik legkeményebb megmérettetésére készül Pranner Gábor, a Paksi Rendőrfőkapitányság fegyveres biztonsági őre ultramaratont fog futni. Az Aténtól Spártáig tartó 246 kilométeres történelmi táv igazán embert próbáló, hiszen nem csak a szintkülönbségekre kell felkészülni, hanem a forróságra is. Élete legkeményebb megmérettetésére készül Pranner Gábor, a Paksi Rendőrfőkapitányság fegyveres biztonsági őre. A futás ötlete először egy jelentős súlygyarapodás miatt jött be az életébe. Fogyókúraként kezdtem még 2017-ben. Karácsony után ráálltam a mérlegre, láttam, hogy 100 kiló, nem mondom, változtatnom kell. És hát a legegyszerűbb mi volt? Futócipő, irány az utca. Így kezdtem. 3 kilométerrel kezdtem az utat első távon, amit futottam. Nem volt egyszerű. Ám egyre jobban ment, áprilisban már 18 kilométernél tartott. Közel volt a félmaraton, amelyet akkor egészen emberfelettinek gondolt. Benevezett egy versenyre, amit sikerült 2 óra alatt teljesítenie. Ez adta a löketet, hogy a hobbiból szenvedély legyen. Pranner Gábor 3 Ultra Balaton és 4 Korintos 160 teljesítésén van túl. A spártatlonra a várólista első helyéről került be. Szeptember utolsó hétvégén, szeptember 30-án lesz Görögországba a Spartatlon nevezetű ultrafutó verseny, ami szerintem Európában az aszfaltos ultrák között talán a legjobb nevű verseny. Ugye sok ultrafutó szeretne ide eljutni, többek között én is. Az idei évben sikerült egy kis szerencsével bejutnom, és most erre készülök. Hát ugye próbálok melegbe futni, mondjuk a mostani időjárás nem igazán barát ebben, de próbálom ezeket a nagy melegekbe való futásokat, ugye gyakorolnom kell, hogy ott kint azért meleg lesz, próbálok úgy készülni, felkészülni az ottani körülményekre. Az ultrafutó 2023. szeptemberében a Spártatlanon áll rajthoz. Az Aténtól Spártáig tartó 246 kilométeres történelmi táv igazán embert próbáló. Nem csak a szintkülönbségekre kell felkészülni, hanem a forróságra is. Addig is próbál nagy melegben futni, amennyire lehet, készülve a görög körülményekre. Még ugyan javában tart a nyár, már most gondolni kell a fűtési szezonra. A tűzifa beszerzést is ilyenkor kell megejteni, és érdemes a kéményseprőket is a nyári időszakban hívni, hogy ellenőrizzék a füstelvezetőt. A katasztrófavédelem szerint nem érdemes őszig várni az időpontfoglalással. A kéményseprők ilyenkor is elérhetők, ajánlott felvenni velük a kapcsolatot, hogy elvégezzék az ingyenes ellenőrzést. Nyáron ugyanis gyorsabb az ügyintézés, a várakozási idő rövidebb, hangsúlyozzák. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatai szerint a tavalyi év azonos időszakában országszerte alig 4500-an foglaltak időpontot a kémény ellenőrzésre. Szeptemberben viszont jelentősen megnőtt az igények száma, a lakossági ügyfelek mintegy harmada igényelte a szolgáltatást. Megkoszorúzták a Bartal György egykori motorversenyző emlékére állított obeliszket Kölest határában. Az 1936-ban tragikus körülmények között elhunyt fiatal halálának napja lett a közlekedési balesetben elhunytak emléknapja. Ilyenkor a rendőrség és társszerveik egy koszorúzással egybekötött rendezvény keretein belül hívják fel a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára. Megkoszorúzzák a Bartal emlékművet Kölesnél a hatóságok és társszervek képviselői. A tragikus sorsú motorversenyzőre emlékezés mellett ez a nap lett a közlekedési balesetben elhunytak emléknapja itt Tolna vármegyében. A Tolna vármegyei balesetmegelőzési bizottság idén 20. alkalommal szervezte meg ezt a megmozdulást, ami egyben egy figyelemfelhívás is az úton lévők számára, hogy mindenki közlekedjen a szabályoknak megfelelően. Mindenki figyeljen oda a másikra, és ugye próbáljuk megoldani, hogy minél kevesebben veszítsék életüket Tolna megye közútjain, mind ugye országosan, mind pedig Tolna megyében. Jelenleg Tolna megyében prioritásként kezeljük a baleseti helyzetképnek a javítását. Örömmel jelenthetem, hogy Tolna megye az első 7 hónap tapasztalatai alapján az ország legbiztonságosabb megyéje, hiszen a legkevesebb személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt vármegyénkben. Viszont ezen belül a halálos balesetek száma meglehetősen magas. 14-en vesztették életüket eddig vármegyénk útjain. Ezért is a Balesetmegelőzési Bizottság 5 fő célt tűzött ki idén, melynek teljesítése prioritást élvez mindenek előtt.
A gyorshajtásoknak a megelőzése, valamennyi sebességmérő eszközünket működtetjük Tolna megye közútjain. Kiemelt szerepet játszik a passzív biztonsági eszközöknek az ellenőrzése, legyen mindenki bekötve. Megy is az országos kampányunk, Tolna vármegyében és országos szinten is a csatlakoz kampányunk. Illetve az ittas vezető kiszűrése is a legfontosabb célok egyike a szervezetnél. Háromszorosára emelték az ellenőrzések számát az utakon. De az irányváltoztatás, kanyarodás, elsőbség és előzés szabályainak betartatása is elsődleges feladat lett. Ha ezeket mindenki betartaná, akkor a baleseti helyzetkép sokkal jobb lenne vármegyénkben, mondta a rendészeti igazgató. Kedvezően alakul az idei dinnye szezona, kínálat bőséges, a minőség az ország minden termesztő körzetében kiváló, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A fóliás termelésnek köszönhetően Tolna volt az első, már június közepén szedték a termést, amely szeptemberig is kitarthat. A kiváló cukorfokkal rendelkező dinnye iránt nagy a kereslet. A közlemény szerint a tavaly óta 2600 hektárról 2900 hektárra bővült belföldi termelő területről 140-160 ezer tonnát takaríthatnak be a gazdálkodók. Az export piacokon is biztatóak a kilátások, kedvezően alakulnak az árak. A nagy meleg növeli a külföldi keresletet is. A tavalyi évhez hasonlóan az idén is kiválasztották Dombóvár város kenyerét. Erre az alkalomra egy helyi pékség kínált többféle cipót, melyek közül egyöntetűen egy házi jellegű búzalisztből készült adalékanyagmentes kenyérre esett a választás, amelynek éves árbevételének egy részét a vállalkozás felajánlja egy dombóvári civil szervezet számára. Idén is megszervezte néptánc táborát a Sebestyén Ádám Székely Társulat Kakasdon. A gyerekek itt különleges módon népi játékok, mondókák segítségével tanulnak meg táncolni. A programon óvodás kortól egészen a középiskolásokig vesznek részt fiatalok. Népi dalok, mondókák segítségével tanulnak a gyerekek Kakasdon a faluházban. Ez a fajta módszertan, amit itt bemutatnak a néptánctáborban, nagyon hatékonynak bizonyul, főleg a kicsiknél. Az élvezetes játékok során elsajátítják még a nehezebb táncokat is. A gyerekek megtanuljanak játszva táncolni, és nagyon sok kreatív dolgokra és táncra képesek így, és egyáltalán észre sem veszik. Ilyenek például a színek, például tudják, hogy a zöldre tititázni kell, a kékre pedig lábérinteni, úgyhogy úgy fejlődnek, hogy észre sem veszik. A gyerektábor legfőbb célja, hogy közösségben legyenek a fiatalok, ne csak a mai kor játékaival, mint a tévé, számítógép foglalkozzanak, hanem az együtt játékokkal eltöltött idő során fejlődjön a fantáziájuk, ügyesedjenek. Hogy ez az a hely, ahol nincs telefon, nincs számítógép, nincs semmi, hanem együtt vagyunk, és a tegnap is azt vettem észre, hogy egy ilyen rákötött a János egy üvegre egy ilyen hosszú kötelet, és az a játék, ami körbe is ugrálni kell, hogy mekkora örömmel csinálták, és eszükbe se jutott, hogy otthon várja őket a számítógép. Ez a legfontosabb szerintem. Meg együtt játszanak, együtt táncolnak. Hát persze, hogy az a hagyományőrzés az én szempontomból, meg szerintem itt a faluba. Emellett a bukovinai székely hagyományok őrzése is kiemelt szerepet kap ezeken a napokon, ahogy a faluban mindig. Népdalköre is van a társulatnak, ahol az idősebbek nem csak a népdalokat, hanem sok más tudást is továbbadnak a kicsiknek. Regionális híreink következnek. Köztartozásmentes adózók előnyökkel jár a tagság a NAV-os adatbázisban. Jótékonysági véradást szervez a civil központ, sok ajándék, nyeremény várja a karjukat nyújtókat. Cementgyári futásra várják a segíteni akarókat, jótékonysági eseményt tartanak Királyegyházán. Előnyt jelent az adózóknak, ha szerepelnek a NAV-KOMA elnevezésű adatbázisban. Ebben a tartják nyilván a köztartozásmentes magánszemélyeket, cégeket. Államilag támogatott hiteleknél, pályázati pénzeknél be kell mutatni az úgynevezett nullás igazolást. Ezt váltja ki a tagság a KOMA adatbázisban.
Csok, bavaváróhitel, lakásfelújítási támogatás, nagycsaládos autóvásárlási programban való részvétel, vagy a felnőtteknek szóló képzési hitel, illetve más állami támogatású pályázati lehetőség. A közös ezekben, hogy mindegyik igényléséhez szükséges az úgynevezett nullás NAV adóigazolás megléte. Ez bizonyítja, hogy a kérelmezőnek nincs köztartozása. Az adóhatóság létrehozott egy adatbázist, amely a KOMA nevet viseli, és az igazolás kiváltására szolgál. A KOMA adatbázis legnagyobb előnye, hogy helyettesíti a nullás adóigazolást, illetve a NAV honlapján nyilvános adatbázisként bárki számára elérhető. Ez az adatbázis minden hónap 10-én frissül, és az üzleti partnerek felé pedig a megbízhatóságot dokumentálja. Így elég például hitelfelvételnél a banknak jelezni, hogy a kérelmező szerepel a köztartozásmentes, vagyis a KOMA adatbázisban. Így elég például a hitelfelvételnél jelezni a banknak, hogy a kérelmező szerepel a köztartozásmentes, vagyis a KOMA adatbázisban. Így nem kell külön igazolásért rohanniuk az adóhivatalhoz, ami a bemutatáskor nem lehet 15 napnál régebbi. Azonban a NAV feltételekhez köti a KOMA tagságot. A KOMA adatbázisba kerülés feltételei, hogy a közzététet megelőző hónap utolsó napján az adózónak ne legyen adótartozása, bevallási befizetési kötelezettségeit teljesítse, valamint ne álljon csőd végelszámolási, felszámolási és kényszertörlési eljárás alatt. Az adózók maguk kérhetik felvételüket ebbe a listába, ha megfelelnek a feltételeknek. Ebbe az adatbázisba a KOMA elnevezésű nyomtatvány kitöltésével lehet bekerülni. Ezen a nyomtatványon kell nyilatkozni a feltételekről, amelyeknek megfelel az adózó. Ezeknek a feltételeknek való megfelelést az adóhivatal ellenőrizni fogja. Az adatbázisnak magánszemélyek és cégek is tagjai lehetnek. A KOMA-ban adószám, adóazonosítójel vagy név alapján lehet egy adott adózót megtalálni. 9. alkalommal szerveznek civil véradást Baranya vármegyében szeptemberben. Az Országos Vérellátó Szolgálattal és a Magyar Vöröskereszttel összefogva szervezi a Civil Közösségi Szolgáltató Központ az akciót. Addig is minden jövőbeni vértadó magánszemély és civil szervezetek tagjainak jelentkezését várják a helyszíneken, nem csak Pécsen, hanem Baranya vármegye több településén is. Számos nyeremény is gazdára találhat a jótékony véradások alkalmával. Jótékony véradást szervez a Civil Közösségi Szolgáltató Központ. A 9. véradó akció Baranya vármegyében lesz. A miniszterelnökség civil főosztálya, a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat összefogásával szerveződik az akció. Minél több új véradót be tudjunk vonni, esetleg első véradókat is, ami nagyon fontos lenne, hiszen az utánpótlás a véradók táborának a növelése, ez mindenképpen nagyon fontos, hiszen a vér semmi mással nem pótolható. Elsősorban a civil szervezeteket kívánják megszólítani, hangsúlyozta Várdainé Kis Krisztina. Ahhoz, hogy minél több új véradó is részt vegyen az akcióban, a civil központ különleges élményekkel és ajándékokkal készül. A legtöbb véradót toborzó civil szervezet pedig külön nyereményben részesül. Ezen kívül, aki részt vesz a kampányunkon, mindenki ajándékot kap. Zsákban macska ajándékokat civil szervezetek, cégek, magánszemélyek felajánlásából, és lehetőség lesz egy külön díj elnyerésére is, amely a legtöbb civil véradót delegáló szervezet kap meg, és 45 fővel elmehetnek egy székesegyházi látogatásra. Szerintem már ez is egy jó dolog, az mellett, hogy persze nem ez az értéke a véradásnak, hanem az, hogy megtesszük azt, amit emberi kötelességünk, hogy másokon segítsünk. Szeptember elején várják az önkéntes véradókat többek között Komlón, Mohácson, Siklóson, Bikalon, Villányban és Pécsen. Az akció keretein belül sok résztvevőre számítanak, tekintettel a tavalyi több mint 400 fő véradóra. A 9. civil véradásról az egyesületek hírlevélben és a közösségi oldalakon értesülhetnek a részletekről. Futásra hívja a Királyegyházi Cementgyár a helyi iskolásokat és a lakosságot, újra megrendezik az Együtt Gyermekeinkért jótékonysági eseményt, ahol az indulók nevezési díjából, illetve adományokból segítik a helyi iskolások sportszervásárlását.
A futásra még nevezhetnek a csapatok, ami szeptember 22-én rajtol majd a cementgyár területéről. Futóverseny a Királyegyházi cementgyárnál ezen a felvételen. Idén szeptemberben is jótékonysági futóversenyre várják a csapatokat erre a helyszínre. Idén 8. alkalommal rendezzük meg az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóversenyünket. A rendezvényt közösen szervezzük Királyegyháza és Szent Lőrinc települések önkormányzatával, Királyegyháza felvilágoztatásáért közalapítvánnyal, illetve a helyi civil szervezetekkel. Idén is 3 távon várjuk a hobbi, illetve a profibb futókat, a 3, 4, illetve 11 kilométeres távokkal készülünk. Az esemény célja változatlan idén is. A rendezvényen idén is az egészséges életmódot, illetve a környezetvédelmet szeretnénk népszerűsíteni, főleg itt a helyi iskolások fiatal generáció körében. Ezért is nevezzük jótékonysági futóversenynek, hiszen a rendezvényen befolyt nevezési díjak, illetve a támogatók által felajánlott összes pénzadományt a résztvevő iskolásoknak adjuk oda, amelyből sporteszközöket tudnak vásárolni. A nevezési összeg mellett adományokat adhatnak az indulók, ezt szintén a gyerekek segítésére fordítják. Az idei évben is a 18 éven felüliek számára határoztunk meg nevezési díjat, ami egy jelképes 1000 forintos összeg, amelynél nagyobb összegű adomány nevezési díjat is szívesen fogadunk, hiszen, ahogy említettem, a teljes összeg a helyi iskolásoknak megy majd sporteszköz vásárlásra. A jelentkezés, illetve minden további információ pedig a holcim.hu/futás oldalon érhető el. Szeptember 22-én a Holcim Királyegyházi cementgyáránál várják a jótékonysági futáson indulókat. Az idei évben is minden futó a rajtcsomagon kívül a Holcim munkatársai által készített betonból készült befutóéremmel térhetnek haza az eseményről. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket még egyszer röviden. Lecsere program augusztus 31-ig van lehetőség regisztrálni. Ultramaraton, 246 kilométeres távra készül a paksi futó. Megkoszorúzták a Bartal emlékművet, a közlekedési balesetben elhunytakra emlékeztek. Néptánc tábor Kakasdon, játékok, mondókák segítségével tanulnak a gyerekek. Csütörtökön nagyrészt napos meleg idő várható, az ország legnagyobb részén csapadék nélkül, általában gyenge északkeleti szél fog fújni, mely este megélénkülhet, éjszaka még előfordulhatnak néhol zivatarok. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!